Köszöntöm nézőnket, Andrássy Zoltán épület energetikai tanúsítóval beszélgetünk. Ez a családok otthonteremtési támogatás, amit sokan csak csokként emlegetnek. Mit is jelent ez a támogatás, és kik kaphatják? A csokot a fiatalok általában 30 év alattiak, akik meghatározó számú gyermeket vállalnak. A csoknál nagyon fontos az, hogy amikor valaki házat vásárol, tehát tulajdont szerez, nagyon odafigyeljen arra, hogy mekkora négyzetméter hasznos nettó területet jelent, mert később szembesüljön azzal, hogy ő azt a lakást vagy azt a házat nem éppen arra gondolva vásárolta meg. A hasznos nettó terület meg a fűtött terület az egy nagy különbség, arra az egy bonyolult dolog, arra nagyon oda kell figyelni. Tehát itt én nézegettem ezt a jogszabályt, itt azért lehet 10-20 négyzetméter eltérés is a hasznos és a nettó terület között. Igen, ez, mint előbb említettem, nagyon oda kell figyelni. A hasznos területnél azt kell tudni, hogy annak nem feltétlen fűtött területnek kell lenni, hanem 2 méter megközelítő, tehát 1,90 magas belmagasságú, olyan, amiben emberek húzamosabb ideig tartózkodhatnak. Tehát ez kamra, ilyen kis műhely, ami toldalék is lehet, előszoba, veranda, és akkor ennél azért az, hogy a szakemberek vagy az ingatlan értékbecsülő ezt beleveszi-e, ez nagyon-nagyon fontos szempont. A fűtött terület egyértelműen az, ahol fűtés van, vagy fűtési lehetőség van. Azt gondolom, hogy akkor erre nagyon fontos, hogy arra figyeljen mindenki. Beszéljünk egy picit egy másik olyan dologról, ami érinti azokat, akik lakást szeretnének vásárolni. Az energetikai korszerűsítéshez kell egy energetikai tanúsítvány is. Mit is jelent ez a szó? Sokan zöld kártyaként ismerik ezt. Igen, az energetikai tanúsítvány 3 éve kötelező a adásvételi szerződés mellékleteként. Az energetikai tanúsítványnak helye van az adásvételi szerződésben, úgynevezett HET azonosító, tehát hiteles energetikai tanúsítvány azonosító, ez egy konkrét szám, és az országos építési nyilvántartásban vannak ezek föltöltve. Utólag, ha feltöltötték, akkor mindenki számára elérhetők, és ez, mint mondtam, kötelező része az adásvételi szerződésnek. Mint említettük előbb a csoknál, a pénzintézetek, akik ugye hitelt folyosítanak, mindig előírják ezt, erre nagyon odafigyelnek, ugyanis később ne derüljön ki az, hogy a vevő reklamál, vagy a hatóság ellenőriz, és akkor bonyodalmak keletkeznének. Tulajdonképpen nem szakszóval mondva ez olyan, mint amikor egy hőtérképet készítenek egy házról. Ezt azért ön mindjárt el fogja mondani egy picit részletesebben, hogy mit is takar, de ott lehet látni, hogy hol szakik el az energia, hol vannak a hidegpontjai, tehát egy picit átvilágítják a házat, de hogyan is történik ez szakember részéről? Igen, hát ez úgy történik, hogy gyakorlatilag ez egyeztetés után megjelenik a felmérő szakember, és gyakorlatilag felméri, tehát úgy mondom, hogy megméri a lakásnak a hasznos területét, belmagasságát, köptartalmát, a lehűlő felületeket, amik lehűlők az azt jelentik, hogy 16 fok alatt, amik már úgy esnek, átlag hőmérsékletbe, ami egy novemberi napon ugye plusz 4-5 fok. Erre nézve a lehűlő felületek az összes födém, oldala, ablak, padló, minden, ezeknek a felületét meg kell mérni. Hőtérkép nem készül igazából, mert a szerkezet adóból adódóan számítható. Erre vannak segélyprogramok, tehát ez egy rendkívül könnyíti a dolgot, viszont igen pontosan, meg egységesen kezeli ezeknek a lehűlő értékét. Amikor ez elkészült, ez a felmérés, akkor utána készül egy rajz, általában a csoknál feltétlenül ezt követelik, összenézik, gondolom, hogy a ingatlan értékbecslő adataival is, és hát ez kell a kölcsönhöz is, de amikor ez megtörténik, akkor utána van egy olyan számítás, ami alapján a számítógépünk, tehát így mondom, az a program, amelyik segédprogramként működik, végül is mindent lekezel. Tehát az U értékek, úgy hívják ezeket, hogy az elsődleges hőárbocsátó képesség, utána az egész épületre nézve az egész, mint egy doboz elképzelve, annak is van egy követelmény értéke, és a legvégén pedig a úgynevezett primer energetikai tényezővel számolt olyan, ami amiben már lehet kilovattóra per négyzetméter per évben különbséget tenni egyik ház és másik ház között. Az, hogy mihez veszik a különbséget, ez éppen most szigorodott, 2016-tól. Ez most már, amikor egy energetikai tanúsítványt készítenek, akkor a úgynevezett közel nulla értékhez nézik, ami 100 kilovattóra per négyzetméter per év. Jelent. Ezt el lehet gondolni, hogy azért egy B30-as téglából készült háznál 3-400, meg akár 500 is, tehát a 12-es skálának bizony a legvégén ballagnak ezek az épületek. A
akkor ezt jelenti, ez a zöldtől a pirosig a színűnél, gondoltam itt az előbb a hőtérképnél. Meddig érvényes ez a tanúsítvány? A tanúsítvány 10 évig érvényes, illetve a következő olyan felújításig, amikor ezt a úgynevezett lehűlő felületet nem bontják meg, tehát nem újítanak fel valamennyit rész belőle. Jár-e büntetés mondjuk akkor, hogyha valaki adásviteli szerződésnél nem tudja ezt bemutatni, vagy nem készült el, és egyáltalán új lakásokra kell, vagy használt lakásoknál is kell? Jogszabályi szankciót nem tudok, még nem láttam rá példát. Büntetés akkor járna, hogyha reklamáció érne később az eladót a vevő részéről, amiben esetleg nem úgy egyeztek meg, vagy nem a várt értéket hozza az épület, illetve hogyha hatósági ellenőrzés történik. Én még nem hallottam ilyenről konkrétan, de egyre több szerződésnek mellékleteként hozzák, tehát a szabályt mindenki próbál betartani. Úgy tudom, hogy van kivétel, tehát amikor nem kell ilyen tanúsítványt, mi ez a kivétel? A jogszabály szerint 50 négyzetméternél kisebb önálló épület, tehát nem lakás, hanem épület, az a kivétel, tehát ami általában lakóházakra vonatkozik, aztán vannak olyan egyéb kivételek, hogy templomok, műemlékek, ítéleti, meg vagy sátor, tehát ilyen konkrét más műszaki megoldású épületek, de a lakásoknál ez vonatkozik, ez az 50 négyzetméter, de mint épületre, még egyszer. Itt mi most a Kuthen úti óvoda előtt állunk, amely egy jó példa erre, amiről beszélünk, hiszen itt azért egy komplet energetikai felújítás és korszerűsítés történt. Akkor nézzük, hogy mit is lehet egy hasonló családi házan, egy régi családi házan elvégezni. Igen, ez egy jó példa, ez a Kuthen úti óvoda, ez gyakorlatilag új épületrészekből, meg régikből is áll. Mindegyiknek az elsődleges hőátbocsátó tényező volt a leglényegesebb, hogy az épület szerkezete, tehát a falak, födémek, padlózat, ezek először is teljesítsék az előírt követelményeket. Itt ebben az esetben ugye pályázatból készült, itt nagyon oda kellett jobban figyelni, és a használatba vételnél a C minősítést el kellett, hogy érje, el is érte, éppen egy éve volt a átadás, ez az épület elérte, tehát a terveknek megfelelően készült el. Kivitelezői nyilatkozatok, minőségi bizonyítványok, megfelelőségi papírok, nyilázárókról, ezek rendelkezésre álltak. Itt a hőtechnika volt olyan, ami messze menőleg kiemelkedő, és energiatakarékossá teszi az épületet. A hővisszanyerő, tehát a bent tartózkodó személyek által leadott hőt hasznosítja vissza, és azzal újra melegíti azt a levegőt, amit ugye fűtésre használnak. Ez lényegesen kevesebb, mint olyan esetben, amikor hideg levegőt szívnának be. Itt gyakorlatilag a födém, a padló is hőszigetelésre került, ezeknek mindegyiknek előírt új értékük van, hogy így mondjam, ez a hőátbocsátó tényező, és a legvégén pedig a primer energia előírásnak is megfelelt ez az épület egy éve. Nagyon sok házon lehet már a városunkban is látni napkollektorokat, napelemeket, megújuló energiát is egyre többen használnak. Itt mit alkalmaztak ebből? Nagyon kevés helyen tapasztalunk ilyen megújuló energiaforrás használatát. Hát igen költséges ez még jelenleg. Várható, hogy azért az idő múlásával elérhetőek lesznek, de az tény, hogy egy napelem esetében, amennyiben már, ha majd bejön az a számítás, hogy a áramszolgáltatónak oda-vissza forog a mérő, és akkor napközben értékesít, éjszaka visszanyer, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy nem süt a nap mindig. Évente 1250 kWh per négyzetméterre süt egy nap, tehát ennyivel lehet számolni egy napkollektor nyereségét, és ezzel felszorozva azt a felületet, amit ugye egyáltalán elfél a háztetőn, kapjuk azt a számot, ami visszanyerhető, és számítások szerint, ha az EON ezt meg is veszi, akkor amit megvesz, ebből vissza is értékesít akkor, amikor kell, mert ugye egy napelem esetében nem nagy teljesítményről beszélhetünk, csak folyamatos kicsiről, de az mindig táplálna vissza, és ilyen szempontból lehetnek az úgynevezett passzív házak előjönni, ami Németországban, Ausztriában már igen bevett. Reméljük, hogy nálunk is egyre jobban el fog terjedni. Aki esetleg részletesebben szeretne az energiatanúsítványról olvasni, gondolom, hogy erre van egy honlap, ami ezt megteheti. Igen, hát az interneten bárhol elérhető, ha az energetika szó beütik, akkor biztos, hogy egy tanúsítványos oldal jön fel. Rengeteg hirdető van, és egyik szebb tanúsítvány csinál, mint a másik.
Igen, nagyon szépen fogalmazott, én kicsit konkrétabban kérdezek erre rá. Milyen feltételnek kell megfelelnie annak, aki kiadhatja ezt az energiatanúsítványt? Energetikai tanúsító gyakorlatilag egy vizsga után lehet valaki. Mérnöknek kell lenni, mérnöki kamarai tagnak, elegendő gyakorlatnak, ami ha jól tudom 10 év gyakorlat, és ezek közül, aki vizsgát tesz, az megérdemli ezt a szép titulust, illetve azt a szép munkát, ami ezzel jár. És hát azt gondolom, hogy ez azért is fontos, hogyha valaki az ön által fogalmazott nem ilyen tanúsítványt készítővel áll szerződésben, akkor az érvénytelen lesz, hiszen nem felel meg a kritériumoknak, és esetleg sok-sok kidobott pénzről beszélünk. Igen, ez amikor a tanúsítót megkérdezik, tehát akivel szeretnének szerződni, abból lehet látni, hogy ha van engedélyszáma, abból feltételezhető, hogy tud tanúsítani is, de gyakorlatilag akinek nincs erre vizsgája, az ehhez az országos építési nyilvántartáshoz ügyfél kapun keresztül belépve nem tud hozzáférni, tehát nem tud hiteltelen tanúsítást készíteni az, akinek nincs vizsgája. Akkor reméljük, hogy nézőinknek sok hasznos tanácsot adtunk, és sokan fognak élni ezekkel a lehetőségekkel. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy segíthettem.